Augusztusi rendes ülésén 22 napi rendi pontot vitatott meg a bátaszéki képviselőtestület. Az egyik kiemelt és talán most az egyik legfontosabb téma az energiabeszerzésből adódó többletköltség volt. Készítettük egy előterjesztést, lemodellezve azt, hogy az augusztus 1-től megnövekedett villamos és gázenergia költségek mit jelentenek önkormányzati szinten 2022-ben, milyen többletköltségekkel szembesülünk, és előzetes számításaink alapján mintegy 60 millió forintot fog kitenni, sőt azt egy kicsit meg is fogja haladni várhatóan, az a villamosenergia, illetve gázenergia többletköltség, ami abból adódik, hogy augusztus 1-től magasabb összegen kapják az önkormányzatok ezeket az energia lehetőségeket. Képviselőtestület úgy döntött, hogy mintegy 10 napot ad a fenntartásában működő valamennyi intézménynek, illetve gazdasági társaság vezetőinek, hogy készítsenek egy stratégiailag más típusú költségvetést. Nézzék meg az év hátralévő részében, a költségvetésükön belül, hol vannak azok a lehetőségek, pénzügyi lehetőségek, amelyek felszabadíthatók, és adott esetben az energia költségek fedezésére átcsoportosíthatók. Lássuk, hogy ez körülbelül milyen nagyságrendet képvisel. Bár előre látszik, hogy ezt a jelenkező többletköltséget a már elfogadott költségvetésen belül nem fogjuk tudni biztosítani, tehát további stratégiai döntésekre is szükség lesz az intézményhálózatunk működtetésén belül. Igyekszünk ezt minél hamarabb meghozni, annak érdekében, hogy ezek a döntések minél hamarabb megtakarítást tudjanak majd eredményezni. Ez ennek megfelelően érinti a Bátkom Kft-t, hiszen ő több sportlétesítményt működtet, az egyik legnagyobb energiafelhasználó például a tanúszoda, az ő intézmény működtetését is át kell majd vizsgálni, de érinti a városi óvodát, érinti a gondozási központot, de érinti magát az önkormányzatot, többek között a közvilágítással kapcsolatos kérdéseinket is majd végig kell gondolni. Igyekszünk minél gyorsabban információkat adni a képviselőknek, hogy minél hamarabb egy konszenzuson alapuló döntést tudjunk meghozni ezen a területen. Ezen kívül karbantartási munkákra és további fejlesztésekre is tudott forrást biztosítani a testület. A pótmunkához költséget biztosítottunk például a Kövesdi bekötőútnál, ott egy vezetékfektetéséhez szükséges védőcsövet kell finanszírozni, de forrás biztosítottunk a Hunyari utca és Kövesdi utca sarkán lévő gyalogát eresznek a felújításához, Szent István téren egy bekötő útnak a felújításához. Ezeket azért szeretnénk megvalósítani, és ehhez a fedezetek rendelkezésre állnak majd a 2022-es költségvetésben is. Jó híreket is, és jó döntéseket is, pozitív döntéseket is tudtunk hozni ezen a testületi ülésen. Döntött a képviselőtestület a civil szervezeteink számára egy második féléves támogatásnak a mértékéről. Megemelte a képviselőtestület a rendelkezésre álló 2 millió 750 ezer forintot majdnem közel 3 millió forintra, és ezt a 3 millió forintot a beérkezett kérelmek alapján szétosztotta mintegy 12 civil szervezet és két egyház között. Az általuk elvégzett vagy elvégzendő második fél éves működési feladatoknak a finanszírozása érdekében. Minél hamarabb meg fogják kapni a támogatásról szóló döntést, és igyekszünk minél hamarabb a támogatási összeget is a rendelkezésükre bocsátani. A felsőoktatásban résztvevők számára is több pozitív döntés született az augusztusi ülésen. Továbbra is megéri jól tanulni a bátaszékieknek. Egyrészt ismételten csatlakozik az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz. 2023-ban egy 1,6 millió forintos kerettel szeretnénk ebben a programban részt venni. Rövidesen a Szociális Bizottság közzé fogja tenni a pályázati kiírást, kérem a felsőoktatásban részvevőket figyeljék a kiírást, és éljenek a lehetőséggel. Illetve a 2022-23 nevelési évnek, vagy tanévnek az első fél évére biztosított az önkormányzat saját költségből és saját forrásból főiskolai és egyetemi ösztöndíjat. Mintegy majdnem 1,3 millió forint került felosztásra beérkezett pályázók között, akik közül attól függően, hogy milyen iskolában végzik a felsőoktatási tanulmányukat, illetve milyen tanulmányi eredménnyel pályáztak, 10 000, 15 000, illetve 20 000 forint per hú támogatásban, ösztöndi támogatásban részesülnek 5 hónapon keresztül a város költségvetéséből. A 10 000 forintos támogatásban, ha jól emlékszem, 10 pályázó részesült,
15 ezer forint per hó pályázatban, havai összegű ösztöndíjban 5 pályázó, és ha jól emlékszem, 4 pályázó részesült 20 ezer forint per hó összegű ösztöndíj pályázatban. A tendert szeptemberben adhatják be a bátaszéki lakcímmel rendelkező felsőoktatásban tanuló diákok.